Legutóbb ön nem tudja, mi tudjuk, tavasszal találkoztunk önnel, mégpedig azért, mert egy futballpályán az egyik legjobb barátunk büntetőjét egészen parádés mozdulattal kivette, és akkor megvalóan őszintén olyan messze volt a pálya, hogy nem is láttuk, hogy Martinek János az, aki hárítja ezt a büntetőt, emlékszik erre a jelenetre? Hát elég sok büntetőt kivettem már. Hát amikor a sportolást ugye befejeztem, az ötösában a kezdeteknél ugye benne van a játékosság, amikor még az utánpótlást neveljük, tehát belefér a felkészítésbe egy-egy labdarúgó edzés, belefér egy-egy fogócska, egy váltóúszás hasonló. Válogatott keretben ezek a játékosságok, apró finom momentumok eltűnnek, és ott már tényleg szó szerint lehet azt mondani, hogy munka van mögötte, tehát nagyon kemény munka. Amióta abba hagytam a sportot, csak annak az élvezetnek hódolok, ami örömet ad, tehát a labdarúgásnak, tollaslabdának, kerékpározásnak, és ezáltal akár bajnokságokban is részt veszünk, hiszen van egy olimpiai csapatunk is, ami azt jelenti, hogy járjuk az országot és focizunk is, és hát általában hátvédként vagyok. A mondásomat azt nagyon sokszor szerették mondani, hogy fekvő csatár, nem gyors csatár. Tehát ebből kialakulhat, hogy elég kemény hátvédnek ismernek, tehát nem nagyon szeretnek velem szembe találkozni. A másik pedig, hogy ha nincsen éppen megfelelő kapuőrünk, akkor a második pozícióba a kapus posztot is fölvállalom. Ezáltal nem nagyon félek a labdától, tehát nyugodtan nekiugrom, akár még hogyha rajta van az ember lábán, akkor is. De nem volt ebből már konfliktus, hogy idő előtt el kellett hagyni a pályát? Nem, de volt, amikor már sárgákkal tele voltam tüzdelve. Tehát volt olyan pozíció, amikor egy picit fáradtabb voltam, késve értem oda akár kétszer is. Az első talán nem ért volna sárgát, de hogy a második pirosat, az biztos. De szerencsére köszönhető annak, hogy nem szándékos, meg nem durvaság által szoktam megállítani az embereket, meg úgy, hogy akkor a labda legalább köztünk legyen, tehát hogy lehessen arra hivatkozni, hogy labdát rúgtam, ezáltal megúsztam csak egy sárgával, de azt gondolom, hogy az a versenyzői hév, ami bennem volt a sportpályán, az olyankor, amikor az ember a futballpályán van, az ugyanúgy előjön. Az első rúgásig mondjuk jobban tisztelik önt a neve miatt, mint egy átlagos játékost a pályán? Mondom, az első rúgásig, onnantól utána már lehet, hogy ez elmúlik. Nem feltétlenül, szerintem pont fordítva. Tehát én azt gondolom, hogy az első időszakban ugye volt olyan mérkőzésem vidéken, ahol kétszer megkerültek, mondtam, hogy harmadszor nem fog elmenni mellettem, finoman megegyezve, akkor semmi gond, csak egy sima, könnyű föltartás volt, de onnantól kezdve, hogy látta, hogy közelítek, már menekült a labdától, tehát onnantól kezdve a prestíz is, azt gondolom, hogy emelkedett.